táborban benne rejlő lehetőségek miatt jelentkeztem, ahol már előre kaptunk egy kis inspirációt azzal kapcsolatban, hogy mit kellene tervezni, és a tábor során ezeket vittük tovább, ahol nekem a Frosty nevezetű termék került kiválasztásra, amit aztán továbbfejlesztettünk színben, anyaghasználatban, illetve formailag is rengeteget változott. Ezeknek a termékeknek a segítségével felfigyelt rám egy gyártó, ami alapján munkát is kaptam. Nagyon fontosnak és meghatározónak tartom, hogy az InnoWood projektnek köszönhetően eljutottunk olyan nemzetközi kiállításokra, mint a Klagenfurti és a milánói bútor kiállítás. A Klagenfurti vásárban találtam rá egyedik számomra ismeretlen új anyagra, az organoidra. Ilyen fantasztikus mintákat sikerült onnan kérnem, amit a hallgatóknak később újdonságként meg is mutattam. Szerencsére az alkotótáborban jellemzően olyan hallgatók jelentkeztek, akik fogékonyak az újdonságokra, nyitottsággal kezelik az innovatív dolgokat. Ilyen volt Hajni is. Ő rögtön felismerte és megragadta a lehetőséget az InnoWood során tervezett termékét, ennek az új anyagnak köszönhetően gondolta újra. Külön öröm számomra, hogy tudomásom szerint Magyarországon elsőként, de az biztos, hogy az elsők egyikeként alkalmaztuk ezt az organoid anyagot bútortervezésben. Az InnoWood programon belül mind a két irányból csak előnyös tulajdonságokat lehet kiemelni. Az egyik irány az, amikor a termelő vállalkozások már korán megismerkednek hallgatókkal, akikkel együtt tudnak dolgozni, és esetleg új ideákat be tudnak vinni a termékeik közé. A másik oldalról pedig ezek a hallgatók megismerkednek olyan piacorientált vállalkozással, illetve próbálhatnak beilleszkedni annak a munkájába, abba valami újdonságot belevinni, és egy megvalósult terméket láthatnak néhány héten, néhány hónapon belül. Egy alkotótábortól azt várjuk, hogy igazán kreatív ötletek és kreatív termékek szülessenek. Nekem az a határozott véleményem, hogy ezt a célt elértük. Mint a mellettem látható bútoron is látszik, kreatív anyagból, kreatív technikával egy igazán klassz termék született.